Most szerencsére csak a forgatás kedvéért állt ki a tűzoltó autó a dombovári laktanyából. A sofőrülésben a parancsnok által az egyik legbiztosabb kezű sofőrnek minősített Rósz Viktor ül. Ő az idei esztendőben a város közbiztonságáért díj egyik tulajdonosa. Ez pedig már a polgármesteri hivatal, ahol kicsi ünnepség keretében vehette át az elismerést. Az idejében az egyik díjazottunk Rósz Viktor, tűzoltó főtörzsőrmester, aki immáron 14 éve végzi a városban a munkáját a köz érdekében, szakmai, rendkívül nagy szakmai felkészültséggel és odaadással. Ezért úgy gondoltuk, hogy ő mindenképpen megérdemli ezt a díjat. Rósz Viktor azt meséli, sokat várt, hogy tűzoltó lehessen. 14 évvel ezelőtt ez még nem volt egyszerű, de pont annyira volt elhivatott a döntése mellett, mint amennyire azóta is helytáll a szolgálattevésben. De vajon mi visz valakit arra, hogy ezt a sok nehézséget, veszélyt és kitartást igénylő szolgálatot válassza? A kíváncsiság. A kíváncsiság, a kihívás, egy csapatszellem talán, és hosszú évek várakozása. Egy ilyen három év várakozás után lehet. 3-4 év várakozás után lehettem tűzoltó 2007. január 1-én. Régen nagyon nagy kihívás volt ide tűzoltónak bekerülni. Hatalmas nagy, tehát nagyon sokan vártak rá, rengeteg jelentkező volt, és ritkán volt felvétel. Tehát a tűzoltósági mindig egy olyan szféra volt, ahol nehéz volt bekerülni. És 3-4 évig vártunk, amíg felvétel lett. Minden tűzoltó életében van olyan esemény, a sok tragédia közepette is, ami örökre bevésődik az emlékezetébe. Neki is van örök élménye. Vannak ilyen közúti balesetek, de van tűzoltásról is, életmentésről például, amikor volt olyan káresetünk, amikor itt Dombováron egy nap két életmentés volt. És én úgy gondolom, hogy Dombovár, tehát itt környékbeli tekintetben is az elég ritka, hogy egy nap, egy szolgálatban két életmentést és két idős szemét kellett kimentenünk a, úgymond a tűzből. Azt mondja, bárhol szóba kerül, hogy mi a foglalkozása, mindenhol másképp néznek rá utána. Megvan a szakma megbecsülése, és az nagyon fontos azok számára, akik minden munkába induláskor az életüket is kockáztatják adott esetben. Mindenhol én úgy gondolom, hogy egy elismerés övezi a mi szakmánkat. Hogyha nem is mondják, de látszik az emberek arcán, hogy elismerik a munkánkat, amit minden nap csinálunk és végrehajtunk. Megkaptam mindenféle kihívásban, mindenben. Mindig van tovább. Tehát mindig, sose szabad megelégedni. Mindig egy kicsit tovább kell dolgozzunk és cselekedjünk és tegyünk, és mindig beérünk a munkánk gyümölcse. Dombováron bár ezúttal a tűzoltók munkáját ismerték el Rósz Viktoron keresztül, a rendőrök és a mentőszolgálat tagjai közül is kitüntetik azt, aki sokat tesz a köz biztonságáért.